Dunaújvárosi, Móri és Székesfehérvári diákokból álló csapatok vettek részt azon az első segélynyújtó versenyen, melyet a Magyar Vöröskereszt Fehérvár megyei szervezete rendezett a Székesfehérvári SC Árpád Technikum szakképzőiskola és kollégiumban. A gyerekeknek különféle elméleti és gyakorlati feladatokban kellett számot adniuk tudásukról. Ezt azért tartjuk nagyon fontosnak, mert ugye a Vöröskeresztnek az egyik alaptevékenysége laikus elsősegélynyújtásnak az oktatása, és ez a verseny is ezt a célt szolgálja, hogy minél szélesebb körben és minél nagyobb tapasztalattal sajátítsák el ezt a gyerekek. A gyakorlati feladatok között helyet kapott egy olyan szituáció is, mely szerint egy részeg sofőr egy iskola udvarán ütel autójával néhány diákot. Az a lényege, hogy imitátorok segítik a munkánkat, az imitátoraink ők felképzett elsősegélynyújtók, de ugyanakkor pedig a sérülésekkel is tisztában vannak, őket rendesen sminkeljük, és nekik életűen kell előadni azt, hogy milyen sérülést vagy betegséget akarnak ugye megmutatni vagy szimulálni. A csapatoknak ezt kell ellátniuk úgy, minthogyha egy éles helyzetben lennének. Az országos döntő, amelybe az első három helyezett csapat jut tovább a versenyről, Kecskeméten lesz szeptember 13-án pénteken.